Pónoki Főiskola az Alföld közepén helyezkedik el, a Tisza partján, egy nagyon kellemes környezetben. A fő profilunk a közgazdászképzés, a műszaki szakemberek képzése és az agrár szakemberek képzése. A hallgatókat fölkészítjük arra, hogy a vidék gazdasági fejlődését munkájukkal tudják segíteni, ezáltal a vidék népesség megtartó erejét tudják fokozni, és közre tudjanak működni abban, hogy Magyarország minden szegletében élhető gazdasági környezet és társadalmi környezet jöjjön létre. Én úgy gondolom, hogy ennek az intézménynek ez a küldetés tudata, és ennek mi mindenben igyekszünk megfelelni. A Szolnoki Főiskola Műszaki és Agrárgazdálkodási Intézete az a szervezeti egység, ahol a volt mezőtúri főiskola hagyományaira építve dolgozunk. Ezek a hagyományok elsősorban a mezőgazdasági gépész üzemmérnök képzés, illetve a tájgazdálkodási szak, ami kellően népszerű volt, és én úgy érzem, hogy kellően elismert képzést nyújtott. Én úgy gondolom, hogy 2013 tavaszára az ország egyik legjobban felszerelt intézményévé tudunk válni, és ezzel a diákok Magyarországon és külföldön egyaránt hasznosítható, magas szintű ismereteket tudnak kapni. Természetesen a képzéseinket folyamatosan korszerűsítjük, modernizáljuk, fejlesztjük. Ez jelenti bizonyos szakirányok módosítását, új szakirányok bevezetését, például a gazdálkodó szakirány, ami a mezőgazdasági mérnökök egyik jellemző szakiránya, a helyi termékek termelése, értékesítése, vagyis az egész terméklánc oktatása felé fogjuk módosítani. Jelenleg a főiskola olyan elveket vall a vidékfejlesztés területén képviselve, hogy az új Darányi Ignác terv, a falusi turizmus, a tanya program, illetve az új Magyarország vidékfejlesztési programhoz kapcsolódva szeretnénk a hallgatóinkat megismertetni, illetve beavatni ezeknek a terveknek, programoknak a fontosságába, illetve a különböző kormányzati intézkedésekbe. Szolnoki Főiskola tangazdasága pusztaperes területén a hármaskörös folyó holtágában terül el, illetve helyezkedik. Igaz, hogy van Mezőtór déli határában még 63 hektár szántóterületünk, így összesen a peresi területtel együtt 160 hektár szántó, 12 hektár gyep és 4 hektár erdőterület tartozik hozzánk, mintegy 15 hektár kivett területtel. A kivett területek közé tartozik ez a tangazdaság központ is, ahol most beszélgetünk. Alapvető növényeink a tönkölybúza, magas olajsavtartalmú napraforgó, illetve ez évben először a héj nélküli olajtöplak termesztésével foglalkozunk. Az állattenyésztésben törzstenyészeteink vannak, magyar merino juh
törzsállományunk, mintegy 110-113 anya van jelenleg. A ló állományunk Furioso North Star lovak, 7 darab kanca, Nukleus állományba tartozó tenyészkancával, kihelyezett fedezőmén, ne látjuk el a termékenyítést, illetve a mezőtúrnak fedeztető állomása is vagyunk. ...2009-ben elnyertünk egy norvég pályázatot, miszerint vagy minek keretei között el tudtuk indítani a horgásztúra vezető képzés, illetve a horgászati alapismeretek szaktan tárgyunkat. A tárgyon belül a hallgatók információkat szerezhetnek a fogható, illetve a tiltott halakról, a békés és ragadozó halfajokról, a különböző etikai szabályozásokról, a horgászmódszerekről, illetve a horgászeszközökről. A tangazdaságunkban nem csak úgynevezett vizes tantárgyakat tanulhatnak hallgatóink, hanem például ismeretet szerezhetnek a gomba termesztésről, a vadon termő gombákról, gyógynövényekről, a klasszikus értelemben vett állattenyésztés és növénytermesztési alapismeretekről.